Super Fight! Mérkőzések még hozzá kétszer, ötvenszer! Itt már kinyarszi csodák jönnek! Életre, halálra! Kárfi Karcsi Kovács Kamikálmán! Hölgyeim és uraim! Tehát még egyszer hallom! Profi MMA Super Fight! Kétszer, ötvenszer! Pirosságokban szólítom! Kárfi Karcsi Kovács Kamikálmán! Ja. Itt mondhatjuk, hogy magaslati levegőn vagyunk, tehát itt igen. Igen. Gálfi Károly veszélyes a légtérbe? Boxoló, jó boxoló srác, igen, boxoló. Fiatal. Akkor bírja az ütést. Bírja. Ő is nagy széles csapottakkal operált, tehát ő boxoló. Mennyit sikerült tanulni, birkóznia? Ez itt ki fog derülni. Rá tanult egy kis birkózás. Tanult, azért képezte magát szerintem, igen, tehát ő azért valahogy összehozza. Ügyes, tényleg erős. Aha. Azért tudod, itt már tudod, tehát kevés hiba lehetőség. Képzel. Igen. Látod, úgyhogy ő az MMA szövetség embere, tehát ő tényleg keményen, harcosan tudod. Látod a Pali bácsi együttműködve, a birkozó edzővel, tehát tényleg minden szinten. Tehát ő azért, mondhatjuk azt, hogy egy profi versenyző. Tehát azért ő másik oldalon, aki a 40 éves, 40, Kami, akiről... Akkor nem zöldfülű. Pitbull Team, Soroksár, nem zöldfülű, nagyon erős. Soroksári születés. Így van, Soroksári csibész, úgyhogy nagyon eltökélt srác. Van egy előzmény az egész mutatványnak, ők összementek már, és tudod, ilyenkor már nem bocsátanak meg olyan könnyen. Igen. És ez egy igazi presztízs meccs. Tehát az, hogy itt sokat tényleg nem fognak beszélni, nem fognak óvatoskodni se, egymásnak fognak rontani. És nem tudod, kire tehetsz, nem tudod eldönteni. Mert igazából mondom, tehát és mindenki mögött tudod, tehát a... Én az életkorom miatt a Kami Kálmárra teszek, igen, jó? Igen. Én is, magam is idős vagyok. Én 18 éves vagyok, úgyhogy én meg a... Te a Gáfi? Igen. Tehát azért mondom neked, hogy... Meg kell büntetni a fiatalokat a vétkeikért, a bűneikért, és Kovács Kami Kálmán a legalkalmasabb személy. Igen, mellette a Kami jó barátom, tehát nagyon-nagyon rendes srác. A Gápi Karcsival is jó a kapcsolatunk, tehát azért mondom neked, hogy nem tudom. Tehát a korábbi meccs az biztos, hogy nem, tehát nem úgy váltak el, nem barátokként váltak el, így mondom neked. Tehát nem együtt nyaralnak. Nem. Nem szoktak együtt ebédelgetni, nem beszélik meg a dolgot. Meglátjuk, mi lesz, ez mondom, igazi presztízs meccs, jelenti az is, látod, hogy a tüskék is fölpaprikázva. Tüskén látszik ilyenkor, tudod, ideges, tényleg, tehát idegesebb ide, mint meccs látszik, tehát látszik rajta. Jó, presztízs meccs, tehát mondom, egymásnak rontanak, és gyakorlatilag és tudod, mint a havai gitár. Igen, mint a Muhi csatában a hídon, tudod, valaki kibukik oldalra, ennyi lesz, tehát úgyhogy... Hogy... Igazából azt mondom, fizikálisan mind a ketten nagyon felkészültnek tűnnek. Ugye erősek. Igen, tehát mondom, jönnek a csapottak, igen, Kami a combhoz, le fogja vinni, látod, Kami erős, nagyon erős. Tehát, más a technika, tudod, tehát más, látod, a srác azért lát, igen, hát ő lábbal is elmocorog, látod, tehát hopp, és már vissza is igen. Hát ott befogta a nyakát. Igen. Hajlandó állva is megfojtani, gondolom. Igen, és azért nézd meg, hogy itt már azért, itt azért látod a kesztyű kisebb. Igen, kisebb. Mások a matek is, tehát mások erősebb a matek is. A dolog, az ütés is, nem? Tehát figyelj, tehát itt már tényleg arra van csak, hogy piszkáljam az orromat benne, tehát igazából, és ez teljesen, tehát ez gyakorlatilag itt a kesztyű a kezedet védi. Itt már nem a másik. Igen, csak most azért aggódok, mert a generáció mindjárt elporcik ebbe a szorításba, hogyha... Nem, figyelj, vastag nyakú gyerek, tehát kiszedte. Azért mondom neked, nem kell Kamit félteni, figyelj, meglátjuk, tehát én azért mondom, nem tudsz mit mondani rá. Aha. Gyakorlatilag tényleg szurkolok mindkettőjüknek, mert azt mondom neked, hogy itt tényleg... Mindegyik megérdemli. Igen. Figyelj. Károly viszont pattog, mint a mélyecske, úgy látom. Igen, de Kami meg mondom neked, erős. Aha. Kami erős, és azért leviszi földre, tudod, azért mondom, tehát előre nem tudok mit mondani, tényleg. Ez igazi presztízs meccs, tehát az biztos, hogy a végsőkig fognak. Az lehet, hogy nem esik jól a Károlynak, hogy az arcában nyomja a vállát. Az nem olyan jó, tudod, meg nem olyan jó, meg nem úgy kapsz oxigént, tudod, hogy egy kicsit szűkebb a rés, igen. Igen, pontosan. Látok azért, most akkor jön a stempizés, igen, ahogy szokta, igen. És bélyegez.
pontosan. Ki lehetne feszíteni azt a kart, ha jól látom? Meg is fogja próbálni, tehát meg is próbálja. Igen, szerintem igen, tehát úgy erős, tudod, az, hogy ülő van, és nagyon erős azért a kamik. Tehát ezt el kell mondani, tudod. Rámegy a torokra, hogy ott... Igen, ez nem olyan jó, amikor alkarral tudod az Ádám csutkát, azt ott benyomod, nem. Kijön a füleden. Igen, és ez a, hát ott próbálgatja. Én azt mondom neked egyébként, hogy mondom, éppen ezért látok Kami a földön, ezért nagyon erős. Tehát ahhoz, hogy Kamit lebírkoztél... És addig gyűri, míg... Ez lehet, hogy kivesz a védekezés. Igen, tehát mindkettőnek megvan, tudod, a maga előnye. Ezáltal ugyanúgy megvan a hátterem. Tehát míg az egyik azért látod, hogy tényleg uralja a légteret, másik a földön lesz, tudod? A földön lesz ott. Ilyenkor nem lehet kihidalni az ellenfelet magam fölül? Figyelj! Vagy kicsúszni valahogy nézd, csípővel? Az, tehát amit mondok neked, azért tudod, ami szépen rajta ül. Tehát aha. Azért rajta ül a kis hasán, érted? Vigyázz, hogy minél nagyobb felületet, igen, tapadjon rá. Igen. És azért nézd, így azért tudod, Azért 100 kilót úgy annyira tudod, 1100 kilót nem olyan könnyű kinyomni, tudod. Igen. Azt mondom neked, hogy ha bírkozol lenne... Én csak a csajokhoz tudok viszonyítani, azt meg tudom csinálni, de, az, igen, de 100 kiló a 100 kiló. Jó, rendben. Ez mázsa, igen. Figyelj! Hopp, és ott oldal barátságosan megpaskolja. Így van. Igen, szeretlek. És ez nem olyan jó, az sem. Figyelj! Azért látod, hogy most uralja. Kami most uralja. Most Kami uralja, és nem is engedi nagyon lehetőséget. Igen. És azért csúszik a fejre. Nem tudom, maradhatok volna fönt szerintem, átod, de mondjuk folytani lehet, hogy folytást akar bevinni. Igen, vissza is jött. Igen, jó vagyok én. Biztonságosabban, nagy a föld. Figyelj, ha így marad, nem tudom. Tehát azért tudod, amit mondtam neked. Tehát látod ott, már, de megfogta a karját, igen. Megfogta. Abból karfeszítés lehetséges. Meg tudja csinálni. A kérdés az, hogy volt már olyan, hogy karfeszítés valakinek kapogott le, és kitörték a karját? Ugye azért előfordul. Tehát előfordul az, hogy tudod, hogy szakadnak szét, nem engedett, tudod, nem kopogsz, és szétszakítják. Igen, ez benne van a fondóban. Látod, tehát ezért ilyen elveterültek egyébként. A judóban volt a Gessing nevű ilyen holland óriás, aki belga volt, aki úgy nyerte meg, hogy nem kopogta le a karfeszítést, és a bírói döntés előnye. Tehát azért mondom, érdemes néha meg kiszakítani a karunkat. Ugye, legvésősebbnek fognak, mondom, tehát itt is hidd el, tehát nem fog kopogni szerintem. Aha. És pont ez az, tudod, hogy amikor az egész mögött, az, hogy két sportem összetalálkozik, jó, győzön a jobbik, de amikor igen, van az egész mögött egy kis tartalom is, és gyújtások vagyunk egymásra, akkor nem annyira, tudod, nem annyira. De úgy látom, hogy Kami uralja, ott érdel folyamatosan. Igen, törleszteni valójában egymással szemben, és ők tényleg a végsőkig tudnak elmenni. Mondom, tehát az egyik, tudod, a fiatalos év, a másik mögött meg ott tudod a rutin. Az öreg látod, azért paskolgatja. Igen. Mint hogyha... Látod itt, megváltozott menetidő, tehát itt már a 2x5 perc. Kis kettő, 2x5 perc. És látod itt, hogy itt már a bíró bácsi nem állít föl. Igen. Lementek, és akkor amit lehet ki tudsz hozni, kihozod azért a maszot belőle. Ez így nem olyan látványos, de férfiasabb, mondjuk meg, hogy... Igen, azért, tudod, azért itt hidd el nekem a 2x5 percet, 5 percen keresztül adagolni egymást, az egyik adagol, a másik csak kapja, tehát mind a kettő kemény, kapni is, meg adni is. Innen lehet tudni, hogy az idő nem objektív kategória, mert nekünk ez az 5 perc nem olyan hosszú, de nekünk nem annyira, igen, mert mi úgy vagyunk vele, hogy igen, sőt, mi még úgy vagyunk vele, hogy rövid volt. És ezt tudod, tehát ez változik meg, tehát ez... Hihetetlen egyébként, tudod. Tehát ilyenkor már látod, element az első 5 perc, nem tudsz mit mondani, mert igen, igazából mind a kettő tudod. Tehát szó szerint ez a második 5 perc, ha ez így megy, akkor mondom, az jön ki, tudod, hogy ki mennyire... A győztes ki, tud kijönni a kedvezből. Igen, mit vett ki belőle, tudod, ez a föld, ki bír jobban erővel. Mert itt látod, hogyha lemennek földre, akkor ott tényleg a kőkemény meló megy. Idei doktor próbálja látni egy kicsit tényleg, hogy... Vannak speciális edzési technikák? Amerikai filmekben látok, az... Nem, hát figyeld, gyakorlatilag azt mondanám neked, hogy tudod, olyan
edzőteremben is, mint a, nagyon egyszerűen tűnik, mint a létrázás, tudod. Aha. És akkor tényleg, mint hogy a létre, és akkor egy ilyen 20 fokból álló létre mondjuk, és akkor azt tudod, hol emelkedik, és akkor te ott végig csimpánzolod, tehát egy kis csimpánzol végig, mert hidd el nekem, hogy ott az a fickós. Tehát egyszer oda-vissza megcsinálod, és az akkor már jó vagy. Ők természetesen ezt 8-10-szer csinálják. A neten lehet látni a MMA, meg a különböző küzdősportok edzéseit pontosan azért, mert fantasztikusak. Az egy nagyon komoly túlélő tábor igazából, tehát gondolod, amikor van egy ilyen több hetes, hogy alapból folyamatos edzésben vannak. Aha. És amikor a felkészülési hét, tehát amikor meccsek lefixálva, ha látod, és akkor tudják, második 5 perc megindul, róló lemegy, és kész, ennyi. Tehát nem... Gáfi megpróbál boxolni, mert biztos vagyok, tehát ő megpróbál, látod, bal a loperá, berakja, igen. Kami az, a Kami elhajol, viszont egyből megy lábra, is elhajol. Hát, igen. Egyből megy lábra. Igen. Tolja. Figyelj, most mondom neked, tehát, hogy igen. Ha lemennek földre, akkor ha maradnak fönt, akkor szerintem meglátom. Ha lemennek földre, akkor mondom, én a Kamira, tudod. Kamira, teszed. Itt kap, a kérdés az, hogy tudod, hogy látod, a Kami nyitottabb. Tehát nyitottabban védeke, ő tényleg mindent földesz egy lapra, nem játszik. Igen. Végülis mind a ketten földesznek egy lapra. Az egyik, az mondom, jobban bunyózik, a másik jobban birkozik. Jobban birkozik, igen. Ki hol fog tudni, látod? Tehát, hogy... De Kami mindig közel megy az ellenfeléhez, így nem tud igazán nagyot ütni a Igen, mert tudod, hát rövid kéz, rövid láb, igen. Tudod. És ezt neki... Ráfogott, nem szabad. Jó, hát ez van rajta herevédő, tehát van rajta herevédő, kell, hogy legyen. Ez baleset, ugye? Úgy hívjuk. Egy baleset, igen, de van herevédő. De mindannyian tudjuk, hogy van herénk és védőnk. Igen. És miből van? Műanyagból vagy vasból? Ez műanyag. Köszönjük, jó kérem. Visszabüntetne, igen. Jó, hát figyelj, tudod. Hát figyelj, a fotballistákat is szabadrugásnál elintézik itt is, tehát ez benne van a sportban. Igen, az edző is azt mondja, hogy boxsal próbálja meg Kamit kikészíteni. Tehát hagyja ezt a földharcos technikát. Sok a kétszer, hogy megszerzett az első. Jó. Most a férfiak takarják el a szemüket, látni fogjuk azt, hogy lehet elintézni. Hopp, egy családfát! Igen, így van. Egy pár. Itt már az élő küzdelem van, és megint Kami ráment, hogy földre vigye. Berakta, erős, tehát igen. Valószínűleg kiveszi, le tudja vinni, vagy nem. Ez az, ami igazából. Hát ott csinálgatná, tehát látszik, hogy... Azért a gerincét most, igen, na most kezd el kiegyenesíthetni. De most van egy bácsi viszont... Jó, kivette. Kiszedte a fejét, igen. Jó, most ő rakta meg egy kicsit, nem? Mintha erősebb lenne Kami, nem? Nem lehetséges, vagy csak én hülyeséget beszélek? Nem, tehát abszolút igen, tehát ez mondom neked, hogy pont amiről beszélünk, hogy tudod, Kami az erő, mondhatnám azt, hogy hát ugyanúgy erős, de azért ő technika, igen. Technika, Kami az erő. Igen. Nem tudható, tehát Kami belenéz valamibe, vagy megfojtja. Igen. Itt igazából tudod, tehát itt ahogy mondják mást is, tudod, hoppá. Az, hogy nagyon lement szerintem, igen. Tudod, meglátjuk egyébként, mondom neked, tehát a maga a küzdelem, megpróbált egy, igen, csak nem sikerült. Nem sikerült, viszont földobta, látom, rádott, tehát azt földobta. Behárószögelt ott a derekába, hogy ne nagyon tudjon forogni, elmozogni. Főrakta, tudod, úgyhogy így igazából nem fog, azért Kamit oldalhoz nem fogja kiemelni szerintem. Tehát az nem fogja, igen. Nem. Most a repülgatják egymást, a fejét is húzza lefele, hogy... Igen. Ezt te is tud, nagyon fáradt, és a fejben mutatja közben azért, úgyhogy Kami bácsi gondolkodik is. Azt nézem, hogy sikerülek kiemelni a karját, de nem. Figyelj, amit mondtam, tehát Oxfolo számára azért a földön, tudod, ő nem mozog olyan otthonos. Aha. Ő nem mozog itt olyan, és... El tudja... Ki tudja feszíteni? Ki tudja? Szerintem befogta, nem? Igen, és csak Kami bácsi azért, igen. Igen, ojaj. Itt mennyire, itt azért szépen látod, hogy ő térdel, Kami bácsi meg könnyökkel operál. Igen. Azért ők nem kívülik egymást, amit lehet ütni. Szépen eldolgozódnak egymáson, tudod. Azt sem mondhatjuk, hogy elnagyolják, mert nem, tehát precízen pontosan látok, Kami bácsi. Az oldalát igen. Jó, meggyógyítják egymást. Gyógyító erejű. Igen. Ez térdel azért tudod, tehát oda lehet pattintani, így látod is, hogy Kami bácsinak se esik jól. Egyből fordítja a kis oldalát, igen. Ott a
Igen, nem esik jól Kaminak az. Igen, tudod, kívülről ilyenkor ott a feje, ott a... Jó, oké, igen. Csak tudod bent lenni más. Tehát kívülről igen. Mondani, meg bent csinálgatni, a kettő között különbség van. Tehát ez... Nem tud itt, nem tudod, nem tud belülről, tudod, ilyen. Hopp, 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 és ott viszont egy... Igen, próbálkozik egy feszítéssel, de... Az fájni fog, és az fájni fog. Az fájni fog, az fájni fog, az fájni fog. Az fájni fog. Fantasztikus. Be tudja húzni? Nem. És Kami bácsi kicsit... Megpróbálja maga alá forgatni a karját. Kami bácsi befogta azért. Igen, befogta. Tehát Kami bácsi azért rosszalkodik, látod, hogy... És erős is hozzá. De hát mind a kettő nagyon erős, ezért itt két sziszipusz. Igen. Tudom, megmondom neked, tudod, az a gáz az ebben a pesztis meccsebben, hogy itt tényleg el kell pusztítani a másikat. Hát ha nem megy ez a kétszer öt perc, és igazából itt nem pusztítják el egymást, akkor Béla bácsi következik, és akkor tudod, addigra úgy elfáradnak viszont, hogy utána meg nem tudhatod, hogy ott van. Hát ott, látod, a kis nyakát megcsíptek Kami bácsinak. Egyébként nem olyan a wrestling, hogy itt látványosan pusztítjuk el egymást, hanem tényleg. Igen. Igen. Itt nem csak mutatják, hanem tényleg. Nem látványkonyha. Nem látványkonyha, hanem mocskos módon tényleg elpusztítják egymást. Dokumentatív ereje a filmnek, vagy a tévének elég erős. Nem csak bemutatóznak. Rúgni, ilyet lehet, hogy rárúg a lábára? Minden, fel. Igen? Aljas dolog, mi védők, fotbalisták csináltuk ezt, hogy ráléptünk a támadó lábára, így elszakadt a zin. Próbálja kiiktatni, de... De nem nagyon érdekli ez a... Sarkozás. Tehát egy kicsi csapkozás, nem? Tehát ha belegondolsz, hogy én ide ütök, te oda paskolsz, ide rúgsz, én akkor ide... Igen. Hó, most mi lesz? Bíró? Hát, Maszki, ez kemény lesz, mert mondom neked, tehát ha most azt mondja, tegyük föl, hogy jó, bármelyik... Akkor... Igen. És ezt persze is mert mondom, le kell vágják akkor egymást. Akkor megint családi háborúk lesznek, igen, Magyarországon. Le kell vágják egymást. De. Akkor ez tényleg, tehát akkor ez folytatódik tovább. Igen. Ez akkor... Amíg el nem életük végéig fog tartani ez a csata, igen. Ajjaj. Amíg el nem pusztítják egymást, addig szerintem engedni fogják egyébként. Meglátjuk. Természetesen ez Béla bácsi döntése lesz. Nehéz döntés előtt áll. Komoly azért. Igen. Egyértelmű, tehát azért mondom neked, ilyenkor gyakorlatilag mind a két fél tudod azt mondja, hogy igen, jöjjön a következő. Na ebbe tudod, itt már fáradtak annyira, hogy már ez is eldöntheti, hogy kibírja a harmadikat jobban. Igen. Itt már tényleg edzettségi szint, tehát az... Igen. Hát, Károly... Nem tudod, tehát azért mondom neked, hogy látod, hogy bármi belenézhet. Igen. Nagyon kicsi a kesztyű. Tehát itt paskolgatás nagyon rosszul tud esni. Igen. Fáradtak mindketten. Ez is 5 perc a harmadik? Igen. Igen? És az aljas dolog, hogy nem két perccel, az, 5 az is. Igen. Az edzéseken is 5 percek mennek? Figyelj, más, tehát ott azért alapvetően 3 perces meneteket nyomnak, de aha. Mellette tudod, de ott természetesen más, tehát más a, ott is keményen nyomod, na de más egy meccs. Tehát aha. Ezért mondják azt tudod, hogy ez az igazi rutint a meccs hozza meg. Uh-huh. Tehát az igazából, ami rutinossá tesz. Tehát a meccsek száma... Tehát ez a profiknál azért így van, hogy tulajdonképpen a mérkőzések, az edzések egyszerre. Ott figyelsz oda. Igen, most egy edzésen tudod, fönt van a kész, fönt van a kész. Jó, hajlamos vagy elpihengetni. Egy meccsen nem tudod megengedni azt, hogy te most itt leteszed a kezed, és csak nézze bele a napba, érted? Tehát de profik, de azért ebből cabrio autó nem jön ki, vagy ki jön? Figyelj, nézd, ez... Ja. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Egymásnak mosolyogtak, de ezt nem kell elhinni. Nem. Az sem volt egy őszinte mosoly. Nem volt benne őszinteség. Nem volt őszinte mosoly. És itt most ami igen. A csövön kifér, figyelj, mindenki. Mindenketten tudják, hogy tudod, nincs tovább. Ez a vége. Igen, te vagy én. Valakinek ez zsákutca, érted? Tehát valakinek ez zsákutca, és meglátjuk, hogy ki az, aki győztesen
fog kivonulni, mert valaki, tehát itt befejezi. Igen. Nincs tovább. Lement a 2x5 perc, ez a harmadik, és itt pontot tesznek az ire. Tehát itt egyszerűen nem. De... Igen. Úgy látom, Kami Kálmán most megpróbálja szép csendesen lerúgdalni. Az ezek fájdalmazdók, tudod, igen, tehát lebontott. Tehát igazából ez egy iparos melló, igen, ezt itt szépen lebontott, megint külföldiül beszél, ez tetszik nekem egyébként, jó, de... Meg fogom ezeket tanulni. Kis kockákra bontja. Igen, ugye, menő akarok lenni, ne eldöntöttem. Én nem akarom tovább se a sport, nekem nem érdekel ez az egész. Én úgy érzem, hogy tényleg én a te világodba szeretnék fölzárkózni, jó? És én ebből a külföldi dolgokból fogok tényleg csipegetni, komolyan. Tehát igazából ez, tehát itt nézd, hogy aha. Látod, tehát tényleg lebontja. Lebontja, igen. Lebontja. Tehát itt, tehát van értelme. Ez olyan, mint az építkező, amikor a téglát kiverem a falból, rettenetesen undorítod. Igen, meg mikor a fogat kiverik, igen, ennyi, a fogat kiverik. Tehát meg, igen, a Malterból kiszeded. A szart kiverik belőled ugyanúgy, igen, tehát ez most ez az a fejezet. Igen, tehát ebből lehet kábrió? Tehát ha jól darál, akkor összejön egy száv kábrió? Figyelj, hogyha attól, hogy milyen évjárat, azt nem aha. tudjuk, tehát tudod. Azért mert te mondani a szávot, mert már nem gyártják, csak mondom. Beleestem csapdába, oké, bocsánat, arra úgy szerintem, nem vagyok tájékozott az autók. Ugye? Oda néz, ott oldalról győzködik, hogy... Térdel szépen, tudod, tehát nem tudod eldönteni, mondom, tehát látod, tehát mind a kettő próbálja ráerőltetni a másikra. A Kami gyakorlatilag ezt a lebontom, a Gábbi szeretne ebből kijönni, mert ő tudja, hogy akkor kap levegőt, és akkor tud üsszévágni igazából. De Kami nem akar messze menni. Nem, igen, Kami meg ezt nem akarja, valószínűleg kabriót akar venni. Tehát ő meg akarja venni azt a kabriót, és ezt nem fogja. Tehát ő már kinézte magának, tudod, a kis tetővel szépen. Megígért az asszonynak. Igen. Anyukám, elmegyünk. Anyukám, meg kell vernem először Gáfi Károlyt. Meg kell vernem a Gáfit, és akkor én utána elviszem kabriózni. Ó, fenéke rúgta. Igen, viszont most berúgott megint egy térdet, igen. Igen, tehát folyamatosan térdel rúgdalgatja. Igen. Azt látod, tudod, hogy te Karcsi meg csinálná, csak ugye nincs helye lehetősége. Igen. Nem kap lehetőséget erre, hogy ott kivonatkozzon. Lehet a Karcsi kinezett egy kabriót, tudod? Ez kettőjük között az igazi feszítés. Hopp, most egy fejbefogás van, talán, de nem. Nem, tudod, vastag nyakú gyerek. Ja, nehéz, tök mindegy. Szorosári csibész gyerek, tudod, nehéz. Atyaék, szerintem. Hát, hogy egymásra néztek, az olyan, mint a román-magyar barátság. Kár. Igen, örök, igen. Köszönjük szépen a lehetőséget. Te mit mondasz? Hát az, hogy keresztény nőiskolák, igen. Ne nézzék meg ezt a meccset, és a Kami az idősebb generáció. Így van, megint győztük, a fiatalokat legyőztük. A Kami vesz magának a kabriót, jelentett. Ja. Oké. Okay.